Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Eredményes tanévet tudhat maga mögött a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Részben azért, mert az elmúlt hétvégén 120 hallgató kapta meg oklevelét, és ennél jóval több felvételizőt értesítenek majd július végén a felvételi eredményről. Részben pedig azért is sikeresnek nevezhető a lezárt tanév, hiszen több új képzés indult el tavaly szeptemberben. Többek között a Debreceni Egyetemmel közösen is indultak új szakok. De az előző tanévben a szolidaritás, a társadalmi felelősségvállalás is kiemelt szerepet kapott az intézmény életében. Köszöntöm a stúdióban Kustár Zoltánt, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorát. Szép estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt hiszem, hogy minden intézmény, oktatási intézmény életében az nagy dolog, amikor vége van a tanévnek és lezárják. Ugye hát az önök esetében diplomaosztóval, oklevélnek odaadásával, kiadásával zárul az év. Én mondtam, hogy 120 hallgató, de hogyan is alakult? Hány hitéleti és nem hitéleti hallgató vehette át oklevelét, és kezdheti meg a nagybetűs életet? A végzett hallgatóink közül, akik most diplomát kaptak, 38-an szereztek diplomát valamelyik hitéleti képzésünkön. Ebben részben a lelkész szaka hagyományosan a legizmosabb, de most volt egy nagyon komoly évfolyam, amelyik másoddiplomás képzés keretében a lelkészi oklevélhez szerzett vallástanári kompetenciát. Ők ennek a 38 főnek egy komoly gerincét alkotják. 51 hallgató kapta meg a diplomáját a tanító szakon, és elég izmos, majdnem egy harmada a hallgatóknak, ugye 31 hallgató pedig a különböző felnőtt képzéseken, posztgraduális továbbképzéseken szerzett másoddiplomát. Azért ez jó, hogy az egyetemnek van ilyen vonzereje, hogy a diplomával rendelkezők visszatérnek. Így van, az életfolytig tartó tanulás az egy szlogen, de realitás is. A jó pap is volt itt tanul, így van, ennek az ősi megfogalmazásában ez régen így hangzott, de valóban azt látjuk, hogy olyan gyorsan változik a társadalom, olyan gyorsan változik a munkaerőpiac, vagy adott esetben az egyházi élet kihívása is, hogy ezt egy graduális képzés nem mindig tudja követni, bár persze meg kell tenni, és ezek a posztgraduális képzések rövidebb képzési ciklussal tudják az alapképzést hozzáigazítani a speciális elvárás, amivel a munkavállalók a munkaerőpiacon találkoznak. Ha már munkaerőpiac szóba került, egy intézmény, egy felsőoktatási intézmény tudja azt követni? Tehát egyáltalán figyeli? Benne van mondjuk a mindennapi életükben az, hogy figyeljék, hogy a munkaerőpiac mit igényel, mire van igény? Természetesen ezt minden felsőoktatási intézmény próbálja folyamatosan végezni, és megvannak azokat a kiemelkedő pillanatok, amikor ezt pedig szinte kötelezően jelleggel meg kell tenni. Úgyhogy nekünk a tanév kicsit erről is szólt, hiszen az intézményi akkreditációnk a következő tanévben várható, és ahhoz a írásbeli dokumentumokat, az önértékeléseket most kellett elkészíteni. Nálunk a mi egyetemünkön ez a ciklus egybeesik az intézményi fejlesztési tervek határidejével, és azt mondhatjuk, hogy a mögöttünk álló 5 év intézményfejlesztési ciklust lezártuk, és a tanév arról is szólt, hogy kidolgozzuk a következő 5 évre a legfontosabb fejlesztési céljainkat, és ez mindig egy alapos helyzetelemzéssel, az igények és a lehetőségek lehetőleg objektív felmérésével kapcsolódik össze. Ennek van már köze ahhoz, hogy már ebben a tanévben is új szakok indultak? Az még részben így van, az előző intézményfejlesztési tervünknek egy fontos vállalása volt, és Istennek adunk hálát, és köszönjük a Debreceni Egyetemnek, mint partnernek, hogy ebben mellettünk állt. A vallástanárképzésünket igyekeztünk úgy átalakítani, hogy 2 szakos tanárképzésként is felvehető legyen. Ugye eddig lényegében csak 1 szakos tanár lehetett a vallástanár, de kidolgoztuk azt, hogy 5 különböző közismereti tantárgyal szakpárban is felvehessék a hallgatók. Úgyhogy a vallástanár szakot nálunk teljesítik, és a közismereti tárgyat pedig a Debreceni Egyetemen. Ezt sikeresen engedélyeztettük ezt, és ebben a felvételi eljárásban már meg is hirdettük, és hogyha azok, akik alkalmasnak bizonyultak és hozzánk keletkeztek, el is jönnek hozzánk, akkor szeptembertől lesz ezen a közös szakon hallgatónk. Mi a másik közéleti szak? A másik közéleti szak, amit a Debreceni Egyetemmel közösen szeretnénk, az a német tanár, a magyar nyelv és irodalom, illetve a honismereti tárgyak, tehát ezekkel, de ezekre most egyelőre nem volt még jelentkező. Nagyon fontos, hogy ugyanakkor azt vállaltuk, hogy az angol tanár szakot saját önerőből hirdetjük meg, szigorúan csak a vallástanár szakkal párba állítva. Ennek is elkészült a szakindítási engedélye, beadtuk a MAP-hoz, bízunk benne, hogy hamarosan pozitív döntést kapunk erre a vállalásunkra is. Igen, azt hiszem, hogy az idegen nyelvek egyre fontosabb szerepet kapnak itt a városban. Igen. Úgyhogy erre érdemes figyelni. Igen.
No, ez a fajta együttműködés a Debrecen Egyetemmel, ez mennyire unikális, vagy mennyire szokványos, hogy az országban más hittudományi egyetem együttműködnek az adott városban lévő egyetemmel. Tehát ez a fajta szoros kapcsolat, amely egykor persze teljesen természetes volt, hiszen történetileg egy tőről fakad a két intézmény. És hála Istennek ez most is teljesen természetes. Tehát valóban ott él a Debrecen Egyetemben az a tudat, hogy ők is a Debreceni Református Kollégium jogutód intézménynek tekintik magukat. 1952-ig egy intézmény voltunk, egy állami egyetem része, és de a mai időkben is erre a jó kapcsolata újra és újra visszakanyarodhatunk. Én azt gondolom, hogy példaértékű, hogy ami Debrecenben megvalósul, egy egyházi és egy állami fenntartású egyetem között. Ugyanakkor mondtam azt is a felvezetőben, hogy ez az esztendő a szolidaritás a társadalmi felelősségvállalás jegyében telt. Hát sajnos tudjuk, volt két nagyon szomorú esemény, amely aktualitását adta ennek, mert hiszen a Debrecen Egyetemnek nagyon szoros kapcsolata van, hát ha nem más, a Rádai Cső kollégium, ami ugye a Budapesten működő Hittudományi Egyetemnek a kollégiuma. Tudjuk a tragikus esetet, ami történt év elején a Rádai Cső kollégiumnál, a tűzesetet, illetve hát ugye itt vannak a koreaiak, ami történt a Dunai hajó tragédia kapcsán, hiszen hagyományosan nagyon jó kapcsolata van a dél-koreai református egyházzal a Hittudományi Egyetemnek is. Így van, ez egy nagyon régi és nagyon intenzív kapcsolat a koreai testvérekkel, ami éppen az utóbbi időben kapott nagy lendületet, és örülünk annak, hogy ebben részben a Tiszántúli Református Egyház kerület, az egyetemi szinten pedig éppen a mi egyetemünk zászlóshajó lehet ebben a egyre jobb kapcsolatokban. Nagyon döbbenetes volt az eset, hisz én éppen Szóban tartózkodtam, én például egy egyetemi delegáció vezetőjeként, amikor ez az eset történt, és már ott a helyszínen a partnereinknek részvétünket tudtuk kinyilvánítani, és teljes természetes volt, magától érthetődő, hogy csatlakoztunk az egyházkerület és a nagy templomnak ahhoz a közös nyilatkozatához, amelyben részvétünket nyilvánítottuk ki, és csatlakoztunk a zsinatnak a gyűjtéséhez is, amely a korai áldozatok családtagjainak igyekezett segítséget nyújtani. De ugyanígy valóban a Rádai Kollégium esete is fontos lehetőség volt arra, hogy megmutassuk testvéri összetartozásunkat és szolidaritásunkat. Azt gondolom, hogy minden jó érzésű ember számára természetes a bajba jutott embertársan segíteni, de egy egyházi fenntartású hittudomány egyetemnél különösen is fontos, hogy ezeket az alkalmakat tudatosítsuk a hallgatóinkban, és erősítsük bennük a szolidaritás érzését és a segítőkészséget. És hogy tudom, a hallgatók felé is, azért nem csak kifelé, hanem házon belül is igaz ez a fajta társadalmi felelősségvállalás. Így van, tehát a hallgatók egymás között is ezt gyakorolják, de például a társadalmi szerepvállalásnak tekinthető az is, hogy az egyetemünk ebben az évben először csatlakozott a Szedd Magad akcióhoz, amikben éppen a Dorkász Camping környékét segítettek a természettudományi művetség területes hallgatóink mentesíteni a szeméttől. Nagyon fontos, hogy az egyetem hallgatói és oktatói közössége is tudatában legyen annak, hogy bár egyházi intézmény vagyunk, ennek a társadalomnak aktív tagjai vagyunk, a város része vagyunk, ugyanazzal a felelősséggel a környezetünkért, és kivegyük a részünket ezekből a közös projektekből. Hát csak egy percünk van, de egy kérdés azért nem maradhat el. Jön most egy kis pihenés, aztán vagy éppen nem jöhet pihenés, mert hogy rövidesen értesíteni kell a felvételt nyert hallgatókat, és indulhat a következő tanév. Következő tanévre mi a nagy terv? Hiszen indul egy újabb 5 éves ciklus. Két nagyon fontos projektnek szeretnénk már neki feküdni a jövő évnek. Mint említettem, 5 éves fejlesztési ciklusokban gondolkodunk, de ebből 2-vel rögtön a jövő tanév elején indulunk. Az egyik a lelkész szak mintatantervének a korszerűsítése, a másik pedig az, hogy szeretnénk családbarát munkahelyi és családbarát egyetemmé válni, és ezen a téren tervezünk fejlesztéseket. Sok erőt kívánok hozzá, és hát gratulálok az elmúlt tanévhez, hiszen szép eredmény, hát tényleg sok erőt pedig a következőhöz. Köszönöm szépen. És hát jó nyaralást, jó pihenés, az is adasség bőséggel. Köszönöm szépen, elfogadtam a kívásunkat.
A pajzsmirigy az emberi szervezet legnagyobb hormontermelő szerve. A gége, illetve a légcső előtt helyezkedik el az a szervünk. Amennyiben ez a szervrendszerünk túl sok hormont termel, ezt nevezzük pajzsmirigy túlműködésnek. Igen látványos, hiszen ebben az állapotában a fokozott aktivitással összefüggésben megnagyobbodik. Hogy mit is okoz a túlműködés, mikor és miért kell szakértőhöz fordulni, többek között erről kérdezem vendégeimet, Bodor Miklós endokrinológust és műsorunk állandó szakértőjét, Altúrja István gasztroenterológus professzurat. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Pajzsmirigy, mit is jelent, mit jelent ez a szervünk, miért felelős? A pajzsmirigy tulajdonképpen a szervezet anyagcseréjének egy karmestere. És ami nagyon érdekes, hogy a pajzsmirigy hormonok, az a két hormon, amire tulajdonképpen oda kell figyelnünk, jódot tartalmaz. Ezért nagyon fontos, hogy az ember megfelelő mennyiség jódhoz is hozzájusson. Tulajdonképpen itt a környéken, Bodaszőlőn volt annak idején történelmileg probléma abból, hogy a ivóvíz jót hiányos volt, és ebből fejlődési rendellenességek, kretenizmus is kialakultak annak idején, ennek több évtizeddel ezelőtt komoly sajtója is volt. A másik nagyon érdekes dolog, hogy a pajzsmirigy működésének a szabályozása az agyalapi mirigy részéről ugye egy úgynevezett negatív feedback rendszerrel működik, tehát ha megemelkedik a keringő hormonszint, akkor az onnan érkező stimuláló inger lecsökken, hogy ez egyensúlyban maradhasson. Ez egy nagyon érdekes és jól kidolgozott működési rendszer. Én azt gondolom, hogy egy pillanatra a hármas ábrát bevetítik, akkor talán Bodor tanár olyan ábrát hozott, ami még mozog is, ami jól látszik az, bár nem biztos, hogy ez így megjelenik. Tehát a lényege ugye az, hogy a agyalapi mirigyből érkező tróphormon, a TSH, stimulálja a nyakon lévő pajzsmirigyben a tiroxin és triótironin termelést. És hogyha ennek a szintje túl magas lesz, akkor a központi inger lecsökken. No, hát akkor nézzük is, tanár úr, hogy mit is jelent az, hogyha túlműködés van, az milyen zavarokat, mit okozhat egyáltalán a szervezet számára? A túlműködés pajzsmirigy vonatkozásában nem is olyan ritka. Most azt tapasztaljuk, hogy évente 1 millió lakosra számítva olyan 300 új esettel találkozunk, és körülbelül 3-4-szerese azon betegeknek a száma, akiket aktuálisan kezelünk. Tehát viszonylag gyakran előfordul, éppen ezért fontos azt felismerni, hogy mikor is jelentkeznek ezek a tünetek, és minél hamarabb szakemberhez, mikor kell fordulni. Na, mik a tünetek? Tehát ugye ez azonnal a kérdés, a néző is nézi. Én, mint hallgató hallgatom, azon az a kérdés, mit kell észrevenni, mit kell vizsgálni magunkat. Az ilyen beteg ideges, feszültebb, verejtékezik, hasmenés jelentkezhet, a meleget nehezen tolerálja, inkább a hideg szobát szeretné, szapora a szívműködése, egy ilyen felfokozott idegállapotban van, és ennek sokszor más okokat feltételezünk a hátterében, de nagyon egyszerűen egyébként diagnosztizálható. A házi orvos már el tudja végezni az alapvető vizsgálatokat, illetve a professzor úr által előbb említett TSH meghatározást is el tudja végezni, és szükség esetén akár aznap vagy másnap mi endokrinológusok fogadni tudjuk az ilyen beteget, hiszen nagyon fontos, hogy a hipertireózist időben megkezdjük kezelni, és ennek megfelelően a betegeknél a legtöbb esetben teljes gyógyulást is el tudunk érni. A professzor úr épp említette, hogy Bodaszőlőn ugye extrém esetek is előfordultak, tehát ezen túl vannak fizikai látható jelei is, hogyha valaki ezzel nem foglalkozik, vagy elhanyagolja ezt a kérdéskört? Mindenképpen. Amit a professzor úr előbb említett, az az alulműködéssel volt kapcsolatban. Fontos megemlítenünk egyébként, hogy Magyarország közepesen jódhiányos terület. Ezért van az, hogy jódot kell bevinnünk a szervezetben, ami nem található meg az ivóvízben, vagy más élelmiszerekben, illetve növényekben, és más bevitt táplálékban, mint ez van mondjuk Nyugat-Európa bizonyos részein és Észak-Amerikában. Ezért nálunk a sót jódozzák. Soha nem lehet eleget hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az, hogy jódozott sót együnk, még, és ez igaz azokra is, akiknek pajzsmirigy túlműködésük van. Az a jód mennyiség az ő állapotukon és az ő betegségükön nem fog rontani.
Tehát az előbb említett tünetek nem mindegyike jelentkezik mindig. Sokszor azt is láthatjuk, hogy véletlenszerűen kerül felfedezésre egy pajzsmirigy túlműködés, amely ugyanakkor nagyon súlyos következményekkel is járhat, és akkor visszatérnék az eredeti kérdésre, miszerint egy ilyen felfokozott fogyással járó, tehát megtartott vagy fokozott étvágy melletti fogyással járó tünet az gyakran az első, amit a beteg lát. Tehát tulajdonképpen fogyasztószer is a fokozott pajzsmirigy termelés, vagy kívülről visszük be, vagy a pajzsmirigy által termelten, de a szervezet ezért nagy árat fizet, tehát ez semmiképpen nem alkalmas arra, hogy ezzel fogyjunk. Hogyan lehet kezelni ezt a kérdést? Tehát, amikor valakiről kiderül, akkor miként lehet kezelni, vagy ha valaki nem kezeli, akkor mi a következmény? Egy pillanatra, hogy közben kotyognék, a hatos ábrát, ha megmutatnánk, mert erről nem volt szó tulajdonképpen, azok a külső jelek, amelyek időnként megfigyelhetők, ezekről, hogyha mondanál egy pár szót. Igen. Tehát attól függően, hogy mi okozza a pajzsmirigy túlműködést, jelentkezhetnek az előbb említett tüneteken kívül egyebek is. Az esetek mintegy felében, az újonnan felfedezett esetek mintegy felében 60% körül van az úgynevezett Graves-Basedow kóros betegek csoportja, amelyben ez egy autoimmun betegségnek tekinthető, egy TSH receptor ellen, ahogy említette professzor úr is, ez a szabályozó hormon, ami az agyában, mirigyben termelődik, ezzel szemben egy ellenanyag képződik a szervezetben, és állandó fokozott működésre ösztökéli a pajzsmirigyet. Ennek a betegségnek egy velejárója, hál' Istennek az utóbbi időben, években, évtizedekben egyre ritkábban látjuk ezeket a típusos szemtüneteket, amely a szem kidülledésével jár, hiszen észrevettük azt, hogy a szem mögötti kötőszövet is ugyanilyen receptorokkal bír, és ezáltal ott is egy duzzanatot követően a szemeket mintegy kifelé nyomja a csontos szemüreg mellett, előrefelé kijönnek, vagy előre türemkednek a szemgolyók. Ez egy nagyon súlyos következménye, akár látás elvesztésével is járó szövődménye is lehet ennek a típusú Graves-Basedow kórnak, amelyet megfelelő kezeléssel meg tudunk előzni, illetve a tüneteket jelentősen csökkenteni tudjuk. Másik változata a túlműködésnek az egy úgynevezett forró göb, amely egy olyan göbös elváltozása a pajzsmirigynek, nem minden göb forró, de amelyik túltermel, tulajdonképpen nem reagál a szervezetnek a TSH utasítására, vagy éppen annak a hiányára, hanem túlműködik. Ezen az ábrán, amit most láthatunk, ezen a bal oldalon egy normális pajzsmirigy szintigráfia, tehát egy jót felvételi kép mutatható ki, így néz ki egy normális pajzsmirigy, a jobb oldalon pedig egy forró gőb mutatkozik, amely tulajdonképpen átveszi a teljes pajzsmirigy működését, a többi részek teljesen vissza vannak szorítva, és csak az az egy gőb jelentős mennyiségű, olykor a szükségletnél sokszorosan több pajzsmirigy hormon termelnek. Ebben az esetben például ennek a gömbnek az eltávolítása a megoldás. De jelentkezhet átmeneti pajzsmirigy túlműködés olyan vírusos fertőzést követően is, amit mindannyian elkaphatunk. Egy felső légúti hurut után néhány héttel egy pajzsmirigy túlműködés jelentkezhet, mert a pajzsmirigyet megtámadják a vírusok, és átmenetileg tönkretesznek néhány sejtet, néhány részét, egy jelentős részét a pajzsmirigynek, kiszabadul az ott egyébként tárolt pajzsmirigy hormon mennyiség. Ez általában átmeneti, itt sokszor csak tüneti terápiát kell alkalmazunk. Tehát a lényeg az, hogy nagyon fontos mi hamarabb kideríteni, hogy van-e pajzsmirigy túlműködés, és ha igen, a megfelelő vizsgálatokkal, amelyek labor és képalkotó vizsgálatok, megtaláljuk a pontos okát, és ennek megfelelően tudunk gyógyszeresen kezelni, radiójót kezelést tudunk alkalmazni, illetve műtétet is van, hogy igénybe kell vegyünk. Ez függ attól, hogy hány éves a beteg, milyen nemű, fogamzóképes korban van-e, és függ a nemétől, és ennek megfelelően a beteggel együtt hozzuk meg azt a döntést, hogy mikor és milyen kezelésben részesítjük. Ha valaki eljut odáig, hogy sajnos műtétre van szükség, ez jelenti azt, hogy eltávolítják, vagy kiveszik bizonyos részét, attól még ugyanolyan teljes értékű életet lehet élni? Igen. Természetesen most nem beszélünk a pajzsmirigy rossz szindrómájú daganatairól, amikor teljes pajzsmirigy eltávolítás történik, de a göbös pajzsmirigy betegség is, amennyiben
túl nagyok azok a göbök, túl termelnek. Esetleg részben az EDOF-kor mellett jelentkeznek göbök. Ilyenkor van, hogy a műtéti megoldás a legcélra vezetőbb. A pajzsmirigy természetesen elveszti a funkcióját, hiszen eltávolítjuk az egészet, de ezt problémamentesen tudjuk pótolni a pajzsmirigy hormonokat. Ugye amikor hormonpótlásról beszélünk, a köznyelv megriad, mondván biztos valami baj lesz tőle, biztos meghízok, elváltozások lesznek. Ez abban az értelemben úgy hormon, hormon minden, amit a szervezet, minden olyan anyag, amit a szervezet azért termel, hogy önmagát szabályozza. A pajzsmirigy hormonokat olcsón, biztonságosan, mellékhatásmentesen tudjuk pótolni egy életen keresztül, és ez egyáltalán nem rövidíti meg az életet, teljes értékű életet tud élni az a beteg, akinek eltávolították valamilyen okból a pajzsmirigyét, és hormonpótlásra van szüksége. Na hát sajnos a beszélgetésünk végéhez közeledünk, professzor, a konklúzió azért nem maradjon el. A pajzsmirigy hormonjai révén a szervezet anyagcseréjének karmestere, de fontos az idegrendszer működéséhez, illetve a magzati és fiatal korban elengedhetetlen az egészséges testi és szellemi fejlődéshez is. Ahogy kezdetben erről beszéltünk, a pajzsmirigy működése fokozott hormontermeléssel, túlműködése fokozott hormontermeléssel jár. Ennek fő okai autoimmunbetegség és a túltermelő pajzsmirigy göb lehetnek leginkább. A fogyás, hasmenés, verejtékezés, rossz melegtűrés mellett a nyak megvastagodása és a szem kidüledése hívhatja például fel erre a figyelmet. Pontos diagnózist követően gyógyszeres kezelés, műtét, vagy főleg idősebbekben izotóp kezelés segíthet a fokozott hormontermelés szabályozásában. Én hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, már csak azért is, mert szerintem olyan dolgokat sikerült felfedni és megbeszélni, amiről hát ilyen, hogy is mondom, népi legendák úgy keringenek, de senki nem tudja pontosan, hogy mi az, amíg odáig el nem kerül, hogy egy szakértővel találkozzon. Ugye ezért is köszönöm ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük a lehetőséget. Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!